Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesen minden kétélű fegyvernél. Nyisd meg a szíved és az elméd, és ragad meg a prófétai szót. A mai üzenetemnek a címe: A hatalom és a hatalommal való visszaélés. A legális és illegális tekintély a legális és illegális tekintély. Tehát hatalom, hatalommal való visszaélés, a legális és illegális tekintély. Mit jelent ez? Miért fontos, hogy valaki tekintély alatt legyen, hatalom alatt legyen, és meddig van valakinek legális hatalma, és honnan már nincs legális hatalma és legális tekintéje. És sokan ezt, Magyarországon és az egész világon is keverik, és szeretném ezt bibliai alapokra tenni, hogy mindenki lássa ennek a lényegét, és aki már benne van, az tapasztalja is. Amen. Nyissuk először ki az igét Máté 8.5-nél. Máté 8.5. Itt olvashatunk egy római századosról, mikor pedig bement Jézus Kapernaumba, egy százados ment ő hozzá, kérvén őt. És ez mondván, uram, az én szolgám otthon gutóúttöttem fekszik, azaz pontosan epilepsziás volt, és nagy kínokat szenved. És mondta néki, Jézus, elmegyek, és meggyógyítom őt. És felelvén a szádod, és mondta, uram, én nem vagyok méltó, mert ő pogány isteneket imádott. Ő pogány százados volt, csak hallott arról, hogy Jézus Krisztus a gyógyító, hogy Jézus Krisztus csodák történnek. Sokan azért jönnek az új szövetség gyülekezetbe is, mert látják és hallják a csodákat, amik dokumentálva megtörténnek. Azért mentek sokan az első keresztények idejébe a mert látták, hogy Péter árnyékától meggyógyulnak az emberek, amerre elment, rájuk vetérött az árnyék az emberekre, és démonok mentek az emberekből, és az emberek megszabadultak. <kül> és azt mondja, és felelvén a százados, ugyan nem vagyok méltó uram, hogy egy hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót. Amikor valakinek van hatalma és szellemi hatalma van igazán, az igazi szellemi hatalom a szavak által nyilvánul meg, a kimondott szavak mögé, hogy oda áll-e Isten, vagy nem, vagy oda állnak-e démonok, mert vannak sátán által fölkent emberek is. Vannak boszorkányok is. Nekik máshonnan kapják az erőt. És azt mondja, csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mitől? Egy szótól. Egy kimondott szótól, egy teremtő szótól, egy isteni profétai szótól meggyógyul egy pogány századosnak a szolgája. Elég csak egy szó amit kimondasz egy temetésen, egyetlen egy szó, és eltalálja, bemegy a keverőpult mögé is, és meg tud térni egyetlen egy mondattól egy ember, akin keresztül akár utána pedig százak és ezrek térhetnek meg, és lesznek megérintve. És feltámad a beteg? Feltámad, de nem a beteg, a halott. Azt mondja, miért van egy titok, hogyan lehet valakinek a szavába isteni erő, mi energizálja és mi ad ebbe hatalmat. Itt a titok, azt mondja a római százoros, hagyjátok kivetítve tovább, mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok. És vannak alattam vitézek, tehát ő maga fölött van valaki, egy tekinté, A római százados mögött egyértelműen ott állt a római császár. És az egész római birodalomnak a hatalmával is tekintéve, mert az ő megbízatásából az ő tekintélyével tudott élni és forrásaival. Mert itt azt mondja, hogy én is hatalmasság alávetett ember vagyok. Ez a szó szerepel itt, hogy he exousias, azaz, ami azt jelenti, hogy szabadság, képesség. Írjátok, az exousias, a he exousias, itt ez a szó szerepel. Az exousias szó jelent egyébként a hatalmat. A, a Bibliában két szót használ nagyon sokszor Istenek az igéje hogy Isten ereje volt ott, a másik helyen azt mondja, hogy Isten hatalma volt ott. Vesztek erőt, minek utána a Szent szelem és lesztek nekem tanúim, ott az a szó szerepel, hogy dynamis. Jó, írjátok? Mondjátok, dynamis. Exousia. Exousia. Dynamis. Az exousia szó, tehát még egyszer azt jelenti, hogy eh, hatalom azt is jelenti, ez, ez a szó itt, hé, hey, ez az egy kicsit más, de az exousiából szerepel. Hatalmi jel, azt is jelenti, hogy tekintély, felhatalmazás és jogosultság. tekinté hatalom, jog, jogosultság, felhatalmazás. Azt is jelenti, hogy hivatal, egy hivatal vagy hatóság. Azt is jelenti, hogy szabadság, képesség, lehetőség. Szabadság, képesség és lehetőség. Azaz, aki hatalom alá vetett ember, azt mondja itt Istennek az igéje, hogy mert én magam is hatalom alá vetett ember vagyok. Tehát van fölöttem egy szellemi tekintély, akitől én a megbizatást kaptam, és azért, mert én egy fölöttem áll egy tekinté, én is tudok szólni az alattam levő embereknek, hogy gyere ide, vagy menjél oda, csináld ezt, vagy ne csináld azt és az emberek fognak engedelmeskedni nekem, azt mondja a százados, mert én magam is tekintély alatt vagyok. Azaz, a római császár kiküldte őt egy misszióba, kikült ki apostellózta őt, azzal a tekintély, ami rá volt ruházva, azzal a tekintélyel jött, és azzal a tekintélyel tudott parancsolni az ő embereinek. És a római százados fölismerte, hogy Jézus Krisztus nak van tekintéje és hatalma, azaz, amit őt magát, Jézust, az atya küldte, ő bocsájtotta ki a földre, ő maga Istennek a képe volt, testben megjelent Isten, és mivel Istennek a tekintéje az atya tekintéje alatt állt, ezért az atya tekintélyével tudott idő dolgozni, és élni itt lent a földön. És a szót akkor maga menj át oda, Jézus mögé, és ezért történtek meg a jelek és a csodák. Ezért történtek a változások, mert maga azzal a tekintél élt, amit ő kapott. Azzal a tekintéllyel viszont, amit Isten ruház rád, azzal a tekintéllyel viszont kötelező élned. Amen. Ha nem élsz vele, akkor az ördög fog vele élni. Tehát, ha valaki apa, akkor Isten rájuk bíz az atyánkra egy szellemi tekintét. Rájuk bíz a szellemi szülőkre egy szellemi tekintét, és azzal a tekintéllyel kell élnünk. Hogy aki hatalom alá van vetve, annak van hatalma. Ha valaki fölött nincs semmiféle szellemi tekinté, semmilyen, akkor az a tekintélyét illegálisan használja. Vannak önjelölt prédikátorok, önjelölt katonák, vannak önjelölt emberek, sőt, van, akik, akik pucsot hajtanak végre, katonai vezetők az ő vezetőjük ellen. Hogy átvegyék tőle a hatalmat, hogy ők üljenek be abba a hatalmi pozícióba. De ez egy illegális hatalom. Jézus legálisan kapta meg a hatalmat, Jézus legálisan kapta meg, mert Isten küldte őt, és ez mivel járt, akit kibocsájtanak, az mindig nem magá a maga hatalmával él, hanem valakitől kapta és rámutat mindig vissza. Jézus mindig az Atyát dicsőítette lent a földön. Nem a maga dicsőségét kereste, hanem az Atyának a dicsőségét kereste. Így van? Mindig mit csinált, amit az Atyától látott? Nem amit ő kitalált, amit ő gondolt, hogy az lenne jó, hanem amit látott az Atyától, amit az Atya mondott neki, és ezért tudott az Atyának a tekintével élni. És ezért adta utána oda, Isten minden hatalmat miután végigcsinálta, engedelmes volt végig, a halálig, méghozzá a keresztfának a haláláig, és megalázta magát, és akkor is azt mondta, hogy atyám, a lehetséges, múljék el az a pohár, én nem akarom ezt csinálni. De mindazáltal én úgy döntök, hogy alárendelem az akaratomat a te akaratod alá, és legyen meg a te akaratod. Miért félt a keresztül? Nem a szenvedéstől félt, hanem attól, hogy az összes bűnt magára vette, és az atya elutasítja őt, a szeretett fiút. Ettől félt a legjobban, mert ez volt a legfájdalmasabb, amikor azt kellett mondani, hogy éli, éli, láma, sabak, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Nem aztól, hogy összetörték a csontját, hanem attól, hogy a mennyei atya egyszer egyetlen egyszer elfordította tőle a fejét. Ezt nem akarta, ezt a pohárt nem akarta kinni. Az elvetettséget, az elutasítottságot. Mindig azt mondta, atyám, 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 legyen meg a te akaratod. De egyszer a kereszten azt mondta, Elli, Elli, én Istenem, én Istenem. Miért hagytál el engem? Soha nem tettem ellened rosszat. Mégis elhagytál. Azért, mert akkor az Isten fia magára vette az összes bűnt, a tiedet, az enyémet és mindenkiét. De ettől volt Jézusnak hatalma. Ezért, ha szólt egy démonnak, engedelmeskednie kellett. Ha szólt egy betegség mögött levő szellemnek, engedelmeskednie kellett. Sőt, a légiónak is kellett engedelmeskedni, a hatezer démonnak is. Tudjátok, a hatalomnak ára van. A hatalom felelősséggel jár, elszámolhatatósággal jár. Aki tekintét és hatalmat képvisel, annak hatalom alá vetett embernek kell lennie, különben nincs legális hatalma, csak illegális hatalma. Minden egyes hatalommal rendelkező ember fölött kell, hogy legyen olyan ember, aki őt el tudja számolni. Minden egy osztályvezető fölött kell, hogy legyen egy igazgató, az igazgató fölött kell, hogy legyen egy tulajdonos, aki elszámolt, elszámolthatónak kell lennie. Minden egyes vezetőne, minden egyes pásztornak. Olyan nincs, hogy valaki inthetetlen legyen. Olyan nincs, hogy valaki... Lehet, de abból diktátor lesz. Előbb-utóbb. Amíg tekintély alatt vagy, amíg formálható vagy, levír a legnehezebb helyzetekbe, Sokszor beszólt nekem. És elmondta. Intett. Soha nem felejtem el, amit már talán elmondtam nektek. Amikor hozott egy gitárt, így tanított engemet, mint szellemi apa a fiát. Hozott egy gitárt, és vitte ki ö, rom, ö, Ukrajnába. Munkácsra. Amerikából hozta. keménytokba, És mondta, hogy hozok majd egy év múlva ide is, Miskolcra. De ez most máshova van postázva. És ő bement a fürdőszobába, és míg bement, mivel szellemi apukám volt, gondoltam jogom van megnézni ezt a gitárt. Hát mégis a fia vagyok. Szerettem, akkor én vezettem a dicséretet a gyülekezetbe, meg több éneket énekeltem, és kíváncsi voltam. Mi egy kíváncsi fiú, míg bemegy az apa, megnézni, mi van a dobozba. Kinyitottam a dobozt, kivettem a gitárt, és elkezdtem pengetni, hú, milyen szép hangja van. Egy elektroakusztikus gitár volt, akkor 20 évvel ezelőtt, ez óriási nagy dolgot. sőt, 25 évvel ezelőtt. Kiön, rám néz, és rám mutat, azt mondja, Thomas, this is not your business. Tamás, ez nem a te Bizniszet. Ez nem a te dolgod. Megrettentem. Ketten voltunk a szobában. Mi történt? Hozzányúltam olyan dologhoz, ami nem volt az enyém. És ő direkt megmondta, hogy ez nem az enyém. És nem is a gyülekezeté. Ne is kívánjam. Ne is nézzem meg. És én megnéztem. Fiatal keresztény. Hát ma annyira nem voltam fiatal, de még fiatal voltam. Azelőtt senki nem tanított meg arra, hogy ne is nézzem meg, ne nyújkáljak ahhoz, ami nem az enyém. Egy másik ilyen nagy tanítása volt, amikor beszélgettünk és melegem lett, és fogtam, és oda mentem az ablakhoz, és kiítottam az ablakot. Az ő albéletébe volt, itt ment a Dócén. És uh, megint levír, rám szólt, Thomas! Mondom, what? What happened? Mondom, mi történt? Azt mondja, this is not your house. Ez nem a te házad. Ha megkérdezel engem, hogy kinyithatod -e az ablakot, én engedélyeztem volna, hogy kinyisd az ablakot, de ez nem a te házad. Nem lehetek önkényes. Nem léphetem át a másik engedélyét, a másiknak a tekintélyét, pláne nem az apámnak a tekintélyét, nem élhetek vissza az ő bizalmával, mert az nem az én házam. Sokan eljönnek a gyülekezetbe, vagy elmennek bárhova, és úgy viselkednek, ha mind a minden az övék. Belenyúlnak a másik ételébe, elkezdenek szervezkedni, elkezdik átrendezni a másnak a gyülekezetét az ő képükre. Azt gondolják, hogy ez nekik szabad. Gondoljátok, Jézus nem csinált semmit, csak amit a mennyei atyától látott. Nekem, amikor én elfogadtam levírt szellemi apukámnak, az azzal is járt, hogy elfogadom valakit magam fölött egy nagyobb tekintének. Elfogadom, hogy tanulni akarok. Tudjátok ki a tanítvány? Aki tanulni akar. És ezt tudjátok, mivel jár? Alázattal. Elismerem, hogy nekem szükségem van tanulásra. Nekem szükségem van, hogy kapjak valahonnan, és szükségem van épülésre, de szükségem van korrekcióra is. Azt mondja Istenek az igé, azok a fiak, akik nem inthetők, azok korcsok. A fiakat lehet inteni. Olyan nem létezik, hogy valakinek azt mondom, hogy ide figyelj, ez a profécia az nem Istentől van. Vizsgáld meg, mert ez a profécia, most megítélem, hogy ez a profécia, ez és ez és ez a dolog nem az úrtól van. És akkor úgy csinál, mintha nem is hallotta volna. Vagy azt mondja, hogy de az úrtól van. Ki fog valakinek az életébe szólni, ha nem az apák? kik incsék a fiakat, hanem az apák. Nekem az életemben szükségem volt, és szükségem van korrekcióra. Nem vagyok bolond. Nekem is kell minden egyes atya valakinek a fia. Minden egyes lány valakinek a... Minden egyes anya valakinek a lánya. Tehát kell, hogy legyen egy szülő, aki téged fölneveljen. Mert különben honnan tudod, hogy mit lehet és mit nem lehet? Honnan tudod, hogy, hogy meddig mehetsz el, hol vannak a határok és hol nincs határ? Pláne ez igaz Isten királyságába és Isten egyházába gyülekezetbe. Sok pásztor visszaél a hatalmával. Azt se tudja, hogy meddig mehet el. Ő magát Istennek gondolja, mindenhatónak, minden tudónak, mindennek, ő neki nem mondja meg senki, hogy hogy kell építkezni, neki nem kell nem kell megmondani, hogy hogyan kell könyvelés megcsinálni, neki nem kell megmondani, hogy hogyan kell, eh, eh, hogyan kell ezt csinálni, mert ő mindent tud. Hát én nem vagyok ilyen bolond, hogy mindent tudjak. Mindenhez értek kicsit. Valamihez jobban. Tehát nem lehet megvezetni azért, Akárhogy jönnek a fiúk, hogy ezt így kéne megcsinálni, úgy kéne megcsinálni, azért az évek alatt sok mindenben kikupálódtam, jogi dolgokba is, nem csak kikupálódtam, elég jó otthon vagyok, Isten kegyelméből, mert egy igazán egy, 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 pásztornak, vagy egy apostolnak kell tudni embereket tanácsolni abba például, hogy hogyan jöjjnek ki az anyagi csapdából. Én válságmenedzser is vagyok. Életviteli tanácsadó is vagyok közgazdász is vagyok, jogász is vagyok egy kicsit, ö, ö, lelkész vagyok, hivatalos, teológus vagyok. Teológus diplomám van. Értek a göröghöz is, Héberhez is, valamelyest, nem vagyok ebbe tökéletes tudós, de nem lehet benne eladni. Az igébe pláne nem. De egy fontos dolog, hogy valaki kell, hogy a te jellemeret formálja. Ha nincs valaki az életedben, aki behúzza a kéziféket így, hogy akkor lehet, hogy bajba kerülsz. Ha nincs valaki, Istentől rendelt személy az életedbe, aki segítsen, és figyelmeztessen, akkor az ördög nagyon be tud tégere csapni. Kell, hogy legyen az életedbe olyan személy, akik tudnak szólni, hogy állj meg, ne menj tovább ebbe. Legfőképpen a Szent Szellem kell, hogy legyen ez a személy, aki beszél veled, de kell, hogy legyen olyan, aki... És ez nem csak intésről szól, hanem védelemről. Amikor én levírt, elfogadtam szellemi apukámnak, tudjátok, mi történt? Egy óriási védelem jött az életembe. Mindazzal az a szellemi áldással és ajándékokkal, amivel ő rendelkezett, elkezdtek rám folyni fentről. De csak akkor folyt rám, amikor én alárendeltem magamat. Jött valahonnan fentről, amikor anna, akkor jön rád az olaj, ha alatta vagy valaminek. Ha mellette vagy, akkor ma nem jön. Legfeljebb egy kicsit fröcskölődik rád. De amikor te valakinek, akkor jön rád ez, ha valakinek a tekinté alá bemész. Van egy köszönjük, de pásztor, én az Úr Jézus tekinté alatt vagyok. Kell, hogy maga Krisztus benned a dicsőség reménysége, de az Úr úgy rendelte, hogy a, a, a legyen Krisztusnak teste. A Krisztus a mennybe. De én egy Krisztusé vagyok. Valóban Krisztus két részből áll. Van a fej a mennybe, maga Jézus a Krisztus, és Krisztusnak van teste, azaz az egyház, aki itt van a Földön. Tehát Krisztus úgy nyilvánítja meg az ő hatalmát, és úgy gyakorolja a hatalmát, a legális tekintélyét az egyházon keresztül. Ezért rendelt az Úr szolgálati ajándékokat Krisztus testébe, szolgálatnak a munkájára, és az egyik ilyen szolgálati ajándéka a kormányzásnak az ajándéka. Kormányokat rendelt. Nekem is kell kormányzás. És a másik, hogy kell, amikor már egy, 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 bizonyos, egy, bizonyos, területen már szolgálsz, akkor fontos, hogy egy szolgáló csapat alakuljon ki, akik veled mennek. És ha kell, akkor fel tudjanak támasztani, mint Pálapostól feltámasztották az ifjak, mikor megkövezték Pát. Ezért fontos, hogy nem maradjál, nem maradjunk egyedül. De ha valaki nincs szellemi tekintély alatt, és valakinek visszavonják a pásztori szolgálati megbízását, az veszélyesé tud válni, ha nem megy újból valakinek a szellemi tekintély alá be. Mert gondoljátok bele, ha az félre van vezetve, milyen szellemet és tekintély tud megosztani az, aki semmilyen tekintély alatt nincs. Értitek? Nekem egy óriási biztonságot jelent, hogy én magam tekintélet vagyok. Gondoljatok, vannak emberek, akik magukat, magukat nevezik ki. Akár pásztornak, akár apostolnak, akár profétának, akár ki másnak. Kell, hogy az elhívás az az úrtó legyen. Tehát elhívás hiába nevez ki egy ember bárminek, valakinek lehet egy legnagyobb apostol teheti rád a kezét, de ha az Úr nem teszi rád a kezét, és az Úr nem hív el, akkor soha nem leszel apostol. Ennyire egyszerű. A legfontosabb az Úrnak a elhívása, az Úrnak a kinevezése. De lehet, hogy van az Úrnak a kinevezése, de nem tudod soha senkinek alárendelni magadat, akkor te vagy a veszélyes fiú kategória. Miért? Mert Krisztus úgy rendelte, hogy ad valakit melléd, ad valakit föléd, ad valakit mögéd, aki segítsen neked az előre menetelédbe. Nekem kellett, hogy ez így történjék. 1900, mikor született a fiunk? 96-ba, ugye? 96. <kül> Amikor a fiunk megszületett, 96 97 ben azután fogadtam el levírt az én szellemi apukámnak. 98 volt talán, 97 98 ba és őkent fel engemet apostolnak. Ekkor még fiatal keresztény voltam, tudtam, hogy van egy elhívásom, ő neki, őt pedig, Levir Szópert pedig, Billy Joe Daughtry küldte ki a, 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 a Amerikából, aki már azóta az urnában. van, egy több ezer fős, több tízezer fős gyülekezetnek a pásztor, aki több száz vagy ezer misszionárus küldött ki a világ több pontjára, őt, ő rendelte ki, hogy jöjjön Skóciába, és így kapta meg levír, hitáltal az úrtól kapott egy kastét, egy 500 éves kastét. Ilyen szellemi apukám van, aki hitáltal kapott 500 éves kastét. Olyan, akin keresztül emberek megtértek, meg hallottátok a múltkori bizonyságában, hogy hogy támad fel egy ember a halottja, halottjaiból. Halottat támasztott, betegeket gyógyított, csonkágó, bonkák, rengeteg ember megtért és szolgál sok ember felé. A hit embere. Amilyen az apukád, olyan lesz az örökséget. Hát olyan apukád van, aki, 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 a gyógyítókenet ott van, akkor a te, te, is el tudod, hozzá tudsz jutni ehhez a forráshoz, és rád is rád tud áradni a gyógyító ajándék. Ha olyan apukád van, aki proféta, és proféta, akkor ez a profétai ajándék elkezd előbb-utóbb megnyilvánulni az életedbe. Ennek a haszna, a gyümölcse, valami történik. Ha olyan, szellem, olyan apukád van, olyan akár mint szellem, aki ír vagy féltékeny, vagy gőgös, vagy független, akkor a függetlenség szelleme kezd el megnyilvánulni benned is, vagy a gőgnek a szelleme. Olyan tekintély alatt állsz, akiben benne van a szellemi gőg, hogy mi vagyunk a legjobbak, mi csináljuk a legjobban, mi vagyunk az egyedüli gyülekezet a világon, akkor ezt a szellemi gőgöt veszed át te is. Ha olyan embernek a tekintély alatt aki állandóan fontosabb számára az anyagi, az ő maga anyagi megélhetése, mint a gyülekezetnek az épülése, akkor előbb-utóbb te is ezzé fogsz válni. Tehát akinek a szellemi tekintély alatt állsz, olyanná fogsz válni. Mert az az áldás, vagy az az átok, vagy az a fajta folyó folyik rád. Ezért jól meg kell választani, hogy <laughs> Isten kegyelméből, hogy kinek a tekintély alatt alá megyünk be. Az első ilyen ember volt, tehát Levir Szóper, aki nem csak egy távoli amerikai apostol, akinek a szolgálatában én beállok, és kinevez engem, és rám tesz egy plesít, és azt mondja, Tamás, most már te apostoli szolgált bász, és rám tesznek egy titulust, hogy ő apostol. Nem is hirdettem én, én egyszerűen Tamás pász, vagy egyszerűen sokáig csak, csak Tamás voltam. Hallottátok, hogy ő is Tamásnak szólított. Egy, egyszer egy ember oda hozzám egy diakónis, és azt mondta, hogy nem jó az, hogy téged Tamásoznak. Pásztor. Mondom, miért nem? Azt mondja, Jézus hogyan szólították? Minek szólították? Mester, rabbi. Volt egy Istentől rendelt titulusa. Jézus megkérdezte a tanítványokat, hogy minek neveznek engemet. Egyesek profétának, másikok eh, illésnek, másik ennek, annak. És azt mondja, te kinek nevez? Ti kinek neveztek? Én ki vagyok nektek? Megkérdezte a tanítványoktól. Péter rögtön válaszolta, te vagy Jézus, az élő Istennek a fia. Tehát megnevezték Jézust abba a tisztségébe, aki ő volt. Ezért nagyon fontos tudni magadról is, hogy te kicsoda vagy. Honnan jöttél és hova mész? Ez fontos, hogy onnan van az önazonosság tudatot, kell, hogy legyen egy önazonosságot, hogy te kicsoda vagy. Onnan tudod meg? Én onnan tudhatom, hogy kicsoda vagyok, hogy ránézek az édesapámra, és megvannak a vonásaim az édesapámtól. Ilyen nagy a hangerőm. Kicsit őrült vagyok az úrért. Édesapám még 83 évesen is az. Szolgál, van egy méltósága, és Isten nekem is adott egy méltóságot. Ugyanakkor egy egyszerű ember, és én is egy egyszerű ember vagyok. Egy egyszerű vidéken felnövekedett lelkésznek a fia. És akarok ilyen maradni? Szívember. Mert behelyez Isten viszont nagyok, amikor te helyes úton jársz, amikor elfogadtam levírt, higgyétek el az elején, nagyon-nagyon-nagyon sokáig imádkoztam érte, meg féltem, hogy mi van, a leural, mi van, a megmondja ezt, mi van, a megmondja azt. De amikor láttam azt, hogy nem kell félni levírtől, mert ő adni jön. 98%-ba egy szellemi atya ad és két vagy három vagy öt százalékba int. Rajta keresztül kapta meg a gyógyítás ajándékát. Rajta keresztül kapta meg a hit ajándékát. Ezért tudok imaházakat fölemelni több helyen, azaz vásárolni, befektetni. Ezért van kánónk, mert az úr úgy döntött, hogy rám bízza ezt az objektumot. Évekkel ezelőtt azt mondták a szabad keresztény pásztorok egész országban, senkinek nem adjuk el, meg oda. De Ráki Tamásnak odaadjuk a kánói objektumot, amit már tíz éve nem használtak. És visszaállt Kánó, visszaállt az eredeti szolgált helyére, amivé Isten rendelt eredetibe. És használva van, nem gazos, és nem, más, nem egy drogtanya lett belőle. És nem is egy szívszanatórium, hanem sokkal több. Egy szellemi szanatórium. És folyamatosan fekt, folyamatosan építjük. Mert nem egy birodal, nem az embereknek a és nem családi vállalkozásról van szó. Következő, aki az életembe jött, az Ronny Csavez apostol volt. Van, illetve euh, még Ronny előtt, Ron, Ron, én nem, Ron, először jött Ronny, Ronny, aztán jött Alan Vincent apostol, és Franz Lippi, apostol szintén, akik szintén az életembe szolgáltak és tettek. Franz Lippi ide járt éveken keresztül Magyarországra. És nem csak ő szolgáltott felénk, hanem mi szolgáltunk ő feléje. Tudjátok, mi volt a legnagyobb megtiszteltetés? Amikor a szellemi szülőket kényeztetheted. Isten azt mondta nekem, hogy a szellemi... Emlékszem, Franz Lippi szintén nem tudott aludni. Éveken keresztül. Ugyanaz volt a problémája, mint gyémánnak. Eljött ide szolgálni, kialvatlan volt. Alig bírt néha beszélni, olyan, és közben Isten nagyon használta. Egy Egyszer tudjátok, mit mondott az Úr? Vigyem el őt a Vörös-tenger partjára. Mentünk a családdal, egy akciós utazás volt. Mentünk ki uh, Hurkadába. És elmondtam neki, találkoztam előtte való nap vele, feleségével együtt, és azt mondtam, hogy Franz, én szeretnélek kivinni téged erre a helyre, hogy lással vörös, sárga, lila halakat. És, 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 és meglásd Istenek a teremtményét, és hogy tudjál aludni. Elmondtam neki egyik nap, emlékszem, Pesten voltunk, Hát, hát nincs nálam, nincs nálam, nem, útlevél nem is tudom, nálam nem van, de nincs nálam semmi. Nem baj, mindent veszünk, egy fürdőruha kell. Hozok neked snorkel cuccot, veszek. Csak gyereki. De még ezt a tárgyalás van. Mondom, jó, akkor beszéld meg a feleségedet. Megbeszélték a feleségével. Egy órát gondolkodni hagy, hagytam azt mondja a franc, fél óra múlva. Hát Tamás, én nem szoktam ilyet csinálni, de most úgy érzem, hogy az Isten akarata. Elfogadtánk a meghívást. Képzeljétek el, találtam nekik repülő, de találtam nekik helyet, volt még a repülőn is hely, a szállodában is hely, és egy last minute, last minute, nek a last minute akciójába, az utolsó órákba tudtam befizetni hogy másnap reggel indultunk repülővel, és ott mindennel kényeztettem az apukámat. Azt mondta nekem az úr, hogy Pampers, tudjátok, ez egy Pampers, van egy van a Pampers az, az egy egyébként egy, egy olyan, mint a Libero, az egy pelenkanadrág, de ez az angol szóbur, ez a Pampers az azt jelenti, hogy kényeztetni valakit amikor mindent odaadsz, valakit kényeztetsz, hogy ő neki a legjobb legyen. És tudjátok, mi volt a vágyam? Hogy ennek az ember tudjon aludni. Amen. Az volt a vágyam, hogy lásson szépet, hogy lássanak az én szüleim szépet. Azért hoztam ki édesapámat a régi házból, hogy lásson szépet. Azért vittem ki Dél-Afrikába, hogy lásson szépet, hogy lássa az Istennek a munkáját az utolsó időkbe. Azért viszem az anyósamat, hogy lássanak szépet, hogy kényeztessük őket. hogy az apák lássanak szépet. Emlékszem, amikor Jenő bácsi, Kopasz Jenő bácsi, Nehézsége ment keresztül. Az Úr azt mondta nekem, menj meg őket, szolgálj feléjük. Ők. Meghívtam őt böjtölni, meghívtam a házamba, mentünk együtt kirándón, együtt imádkoztunk. Hogy a nehéz helyzetbe levő Isten emberének segítsek. És tudjátok, Isten nem marad adós. Most eljött az idő, hogy én segítsek levírnek. Az idő is korában én és a feleségének. És Isten nem marad adós. Mert meg tudom tenni, hogy a nehézségbe levő Isten embereit támogassam. Aztán szóval kiküldött Ronny Csaveszhez. Ja, igen. Kimentünk Alan Vincent papához. A halál előtt feleségem, azt mondta az úr, menjünk ki, és kimentünk Texas államba. Akkor voltam először Texasba. És kimentünk, és már az élete végén bizonyos dolgokat összecserélt, összekevert. Már nem egyébként év volt az elméje, még megírta a könyveit. És vittem neki, nagyon szerette a bort, a magyar bort. És kivittem neki a legjobb magyar bort. Kiengedték a repülőn. Egy palacka. És vittem neki magot. Nem ezer forintot, nem is tízezet, nem is százezret. Hogy tiszteljem őt. És elmentem, és elmondtam, hogy mennyire hálás vagyok érte. Fogadott, és kértem, hogy ágyom. Ugye az apáki a tisztelet, a fiaki az áldás. Amikor valakinek a tekinti alatt vagy, megkapod az áldását. Amen. Amikor Ábrahám odatta a tizedét mindenből az úrnak, melkíséreknek, melkíséreknek megáldotta őt, és bort és kenyeret adott neki. Jákob is megáldotta a fiai. Megáldotta a fiait. Izsák megáldotta Jákob. Az első születtségi joggal. És tudjátok, így az áldásokat össze lehet szedni. Amikor az úr azt mondta, hogy menjek el német Sándorhoz, és adjak neki tiszteletet, adott egy proféciát, elmondta, hogy ő hogy látja Sándort. És elmondtam, és két és fél órát töltöttünk együtt. Mind az apja a fiával. Az előtt oda jártam teológiára, sose tudtunk leülni. De eljött egy pont. És tudjátok, mi történt? Megáldott. Csak elkezdett áldani, és a mondta, atyám a Jézus nevében, a názereti Jézus nevében megáldom, és így kezdte el az imát. Aztán hirtelen rászállt a Szent Szellem. Én a érdepeltem. Én rám száll, és elkezdett imádkozni, értem, én pedig ott remektem a földön. Megáldotta mindenemet. A családomat, a gyermekeimet, a gyülekezetet, az anyagiaimat, az egészségemet, mindent. És ez három évvel ezelőtt történt. És megkérdezem tőle, találkoztál -e még egy ilyen emberrel, mint én? Az ilyen emberrel még nem. elmondtam, hogy hogyan lát, hogyan látom én őt. Hogyan látja Isten őt. És mondtam, el tudod ezt fogad ezt a proféciát? Azt mondja, el. De tudjátok, hogyan mentem oda? Nem így, hogy én vagyok a nagy proféta, gyertek majd. A... Nem, alázattal. Mindig úgy jön rád, ha mész tiszteletet adni, alázat kell hozzá. És az alázatban meg kell maradni amikor már Isten használ, ne legyél gőgös. Ma én tudom magam csinálni, nem tudom magam csinálni sose. Mindig szükségem lesz, mindig szükségem lesz kegyelemre, az Úr kegyelmére, és Istennek az embereinek a vel való közösségre. Ja, hogy éppen az az ember nem tetszik neked, sajnálom. Lehet, hogy valakinek nem tetszik, de nekem Isten mondta, hogy menjek. Isten mondta, hogy menjek ki Kriszpásztorhoz, nem én találtam ki. Isten mondta nekem, menjek ki Roni Csavesz papához. Nem én találtam ki. És akkor kimentem Roni, papához, mondta nekem, Roni Csaveszhez, Kosztarikába, se spanyolul nem tudok. Azt se tudtam, hol van Kosztarika. És a feleségemmel kimentünk, és a Hector Jordan tormácsolt. Miami-ból kivittük Hektort, kifizettük a jegyét, hogy találkozunk Roni papával. És kiderült, hogy Roni papának nagyobb szüksége volt ránk, mint nekünk ő rá. Mert akkor támadták egy apostolt, azzal vádolták meg, hogy ő pénzért osztogatja a szellemi beferezést. Ezt, ezt, ezzel vádolták meg a közép-amerikai tévékbé, meg a, a, pásztorok ezzel vádolták őt. És amikor már 30 napja, vagyis már harmadik hónapja bőtöltek, imádkoztak, akkor mentünk ki. És emlékszem, ott volt, körbe a profétáit körülöttünk. Ott voltunk a nagy teremben. Nem voltak sokan, mi voltunk. És azt mondta, Páter a glory, dicsőségnek atya. Így kezdte. Uram, nem tudom, miért jöttek ide, mit találtak bennem. Ezek a, már mint Ránk mondta, miért jöttek ide? Mit láthatnak bennem? De köszönöm, hogy elküldte őket. Ő köszönte meg. És azt mondja, tudod, Tamás, nem csak ti miattatok, ti vagytok értem itt. Mert egy jelek vagytok számomra. Mi erősítettük meg abba, hogy eljött valaki Magyarországról, Magyarországról, kül valakit Kosztarikába, Isten, hogy elmondja, hogy hogy elmondja, hogy. Hogy elmondjuk neki, hogy Isten hogy szereti őt. És hogy jöjjön Magyarországra, mert szüksége van a szolgálat, szüksége van Európának rá. És tudjátok, mi történt? Eljött Magyarországra. És azt mondta nekem, itt ültem az első sorba. Tudjátok, miért vagyok Magyarországon? Ez az ember már kétszer volt a gyülekezetemben. Ez az ember eljött Kostarika-ba hozzám. Azért jöttem el Magyarországra. Mert az atyáknak is szükségük van a szeretetre és a biztatásra. És nem csak a biztatásra. Tudjátok, mire? Pemper. Kényeztetésre. Tudjátok, plán, amikor az apák elérnek egy bizonyos kort, és átmennek bizonyos nehézségeken. Édesapámmal meg mire van szüksége? Arra, hogy ennyi meg annyi pénzt adjak csak neki? Elkőképpen az, hogy tiszteljem őt. Ha azt mondanak, hogy édesapám, és hogy azt mondanak, hogy szeretlek, vagy csak bár szót beszélek vele, az apánknak a tiszteletre van szükség. Hogy tisztelik őt. Nem azt mondják, hogy hülye öreg, trotty, mit akarsz te? Ma járni se bírsz. Nem. Az anyósomnak most lett megcsináltatva a foga. Implantátum lett betéve, de már nincsen protézis. már nem kell kiszedegetni. Olyan szép, hogy így mutogatja. Miért? Mert hosszú élete van, elég itt. Azt mondja, minek kell egy öreg asszonynak szép fogsor? Hogy ne kéne már? Prédikálja az evangéliumot. Most kiindulnak hétfőn missziós útra a Pitner Józsékkal, meg a többi csapatunkkal. Bódva szilasra! Kibéreltek ott egy helyet, és mennek hirdetni az evangéliumot, az a szülőváros, vagy szülőfaluja. Megvalósult 30 éves álma. Holnap fog megvalósulni. És a foga is kész lett rá megy a régieknek prédikálni az evangéliumot. Hogy senki elnevesztene a megtérnek az emberek. És Roni Popa eljött, és tudjátok, mit mondott Roni? Roni volt aki, a második ember, aki megerősített, illetve, igen, vagy a harmadik, aki megerősített az apostoli szolgálatba. Azt mondta Roni, hivatalosan nem vagy a szellemi fiam, mert soha nem léptem be az ő szervezetükbe. De nem hivatalosan az vagy. Azt mondta nek. Az a kenet, ami ott van. Mikor én valakinek a tekintélyét elfogadom, az a kenet elkezd beáradni az életembe. Nem úgy van, hogy csak elfogadod az ajándékot, meg a kenet kellene, de a szemét nem akarod elfogadni. Én a szemét fogadom el. Tudjátok, van akinek azt mondtam, mert valaki azt mondta, hogy hát én a Ronik Csavesz könyve alapján, az apostoli kézikönyv alapján építkezem. Mondom, tudod mi a különbség? Én nem az alapján építkezek, csak én nekem a személlyel van kapcsolatom. Nem egy könyvvel. És jönni fog Roni papa ide a csapatjával együtt szeptemberbe Miskolcra. És Budapestre is. Amen. Isten kegyelméből. Be fogja tenni Magyarországra újból a lábát. És azért az imádó, azért van ereje az imádó énekeknek, azért van profétikus, azért jött be Tudjátok, hogy honnan tanulta meg, mit jelent az atyaság? Roni papától. Tőle. A vele való közösségből. Ahogy ő építette fel a gyülekezetet, mint egy család, az lett a gyülekezeti modellünk. Levírdől tanulta meg a hitet, hogy hogyan gyógyítsak betegeket ahogy ő kiállt a centrum elé prédikálni, és oda hívta az embereket, hogy aki most beteg, az akinek fájdalma van, jöjjön ide. Tudjátok mit? Jött hat ember. Kiállította. Neked mi a problémád? Neked mi? Teljesen tök hitetlenek. Ott nyilvánosan imádkozott az emberekért, és ott gyógyultak meg kint az utcán, Gondoljátok, mi van, ha nem múlik el a fájdalma? Ha? Mi van akkor? Milyen, milyen... Most lebőg a pásztor? És képzétek el, mindenki meggyógyult. Mindenki. Hát mondom, én a fia vagyok, ugyanazt csináltam. Kiállok. Azt hiszitek, éreztem valamit? Éreztem a Szent Szelem kenetét. Ó, rám száll a palást, és úgy Ó, hogy mindenki remek. Semmit nem éreztem. Csak démonokat. De azt eleget. Mondta az ördög, kudarcba fulladsz, befutcsolsz. Mi csinálom? Hogy képzeled? Itt a centrum előtt? Mi lesz veled? Le fogsz égni. Mint a rejzták. És tudjátok, mi történt? Égtem, de nem a rejzták égéssel. Hát kérdezzem, mi történt? Ha? Úgy néz ki, elmúlt. Mondom, ha jól le. Ha elmúlt, tényleg. Mi is? Volt fájdalom, nincs. Kereste mindenütt, tapogat, -e, nem talált. Nézd a másikat, mi történt? Hú, neki még daganatja, hú, ez. Nézi minden. Hú, elmúltak a hogy a görcsei, minden. Van, aki egy év múlva írt rám, mert nem volt gyereke, centrum előtt. Írt rám, hogy megmaradt a telefonszáma, azt mondja, köszönöm szépen, pásztor az imát. A baba itt van a kezembe. A centrum soha nem volt a gyülekezetbe a centrum előtt imádkoztam érte, és a babát a kezébe tartotta. Kedveseim, azt hiszitek, hogy bolond vagyok, hogy azt gondoljam, hogy magamtól jött a nagy hatalmas gyógyulás, meg én vagyok a nagy gyógyító. Valakitől kaptam. Magától az úrtól kaptam, de valakiken keresztül. Van, amit személyesen kaptam, mert úgy szólt hozzám, de mindig adott Isten atyákat, akik bennem ezt megerősítjék, vagy el elpecsételjék mindazt, amit Isten, amire már Isten elkészített, vagy velém helyezzék. De ha kimegyek a tekintély alól, és azt mondom, kirúgom, levél nincs rá szükségem. Te már nem vagy apostol, te már otthon vagy, már a gyülekezet, már nem járod az, az utalát, már csak a feleségednél vagy, és gondozod őt. Hát akkor hol van az apostoli szolgálatod? Mit csinál, stb. stb. Nem! A fiak akkor is hűségesek kell, hogy legyenek amikor az apák már gyengék. Amikor János apostolt már kézbe hordozták, már nem volt az erős János. Csak kézbe vitték a fia is, letették egy székre. Tudjátok miért? A jelenléte volt fontos. Az apáknak nem az a fontos, hogy mit beszélnek sokszor, hanem a jelenlét. Elég egy szó, amikor azt mondja egy apa, nincs semmi baj, fia. Ennyi tovább. Az édesapámnak elég volt csak ennyit mondani. Amikor fogyott a pénzünk, és a Warburgot el akartuk adni. <laughs> és kocsi lenni. És azt mondta, tudját, tudod, fiam, úgy ismerte meg az urat, aki nem hátra visz, hanem előre. Elég volt édesapámnak egyetlen egy mondata, hazamentünk, megtértem a hitetlenségből, mint fiatal pásztor, pedig még újjá volt akkor születve, de az apám mondta. És örökre megtanult hogy ne legyek hitetlen. Megtanultam tőle, hogy hogy megy be a főnökökhöz. Keres valakit kit? Az igazgatóra akarok beszélni. Nem az adminisztrátorra, mindig a főnökhöz megy. Hogy osztályvezető urat keresem. Ha se tudta ki az, de kereste. Bemegy az apak, az igazgató urat keresem. Ki vagy? Rákernő lelkész. Bemegy az igazgató, Hú, engedjék be. Bement, Ó, a szervusz igazgató rögtön letegeződött vele pár perc után, keresett két ismerős, akivel együtt járt osztályba, egy osztályba, is megtalálta a hangnemet, és rögtön öt perc után beszélgettek, mind régi ismerősök. Hogy ehhez honnan volt kenete, hogy bemegy egy miniszterhez és letegezi, és bemegy egy osztályvezető, a kórház igazgató főorvosához, és egyedül neki, senkinek, de neki, ad egy papírt, hogy a Covid ideje alatt minden egyes osztályra bemehet, mint lelkész, ráki lelkész, bemehet minden egyes osztályra, engedjék be, volt róla egy papírja. Senkit nem engedtek be sehova, de őt beengedték. Hogy tud elintézni? Ha nem kap rá kegyelmet. Értitek? Kapott rá egy kegyelmet, és az a kegyelem rajtam is rajtam van. Ugyanúgy rajtam van a kegyelem, az a kegyelem, az a kenet, amit kapott Levír, hogy anyagiakat tudjak, ugyan, ugyanaz a gondolkodásmódot átvettem Levírtől. De a mai napig támogatom. Azt mondja, Tamás, te voltál az első ember. Első pásztor, első szellemi fiam, aki támogat engem. Pedig többeknek imaházakat vett. Értitek? de senki nem adott neki egy fillért se. Ő fizette a missziós útjait. Ő támogatott mindenkit, de ő nem támogatta senki. Én voltam igazán az első ember, aki megemlékeztem róla. Az első. Tudjátok, honnan lehet megtudni, hogy tisztelsz -e valakit? hogy letette e az életet érte. Vagy csak beszélsz róla. A papával azóta is megvan a kapcsolat. Minden nem kapok tőle, nem tudom hány üzenetet. Ha felhívom, válaszol. Gondoljatok bele, ha felhívom, tudod, honnan tudod meg, hogy megvan -e a kapcsolat? Ha hívod, ha üzensz, akkor visszahív. Egy apa visszahívja a fiait akármennyire elfoglalt. És hogy még mindig van, még mindig számíthat valakire. És annak évek óta tartó kapcsolatok. De ezt kimentünk Kosztarikába. Feleségem akkor kapott először pánikrohamot. Soha életében nem volt ilyen, hogy nem tudta, hogy mitől, csak azt érezte, hogy dobog a szíve is, nem tud kimenni. Hogy ő fél Ronival való találkozástól, vagy nem is tudom, mi történt. Mert soha mondom, hát annyira szeretett. De valami ott a szállodában elkezdte, ami soha az előtt nem volt, meg. úgy meg lett támadva. Miért? Mert az ördög tudta, hogy ha ez a folyó bejön Magyarországra, az egész Európát meg fogja változtatni. És miért vannak imádóoltárok? Miért van Abigail? Meg Ruben, meg a többiek. Miért nőnek föl? Van, amit kaptunk, kedveseim. És én ezt nem vagyok hajlandó senki kedvére engedni. Senki kedvére. Jöhetnek tanítók innen, onnan, amonnan. Lehet bármi, új proféta, ilyen mozgalom. Nem. Tudjátok, vannak atyák, akinek a lábnyomaiba szépen megyünk tovább. Persze, Szent senem csinál mindig új dolgokat. Magasabb szinteken. De egy fontos, hogy ezek az atyák mindig atyák maradnak. Pál mindig pál marad. Miért? Mert megírta az új szövetségnek a felét. Ne felejtsd el, ő nem egy öreg trotty volt, akit már nem használod. Már nincs rajtad kenet, mert ma öreg vagy. Adok én neked olyan kenetet. Itt a kenet, ott a, ott a, hol, hol futkározik a kenet. Itt a kenet, ott az erő. Nézd meg öt év múlva, mi lesz vele. Értitek? Nézd meg, de nézd meg, hogy két év múlva mi lesz. Az ördög becsapja, félrevezeti, megy, futkározik ide, meg oda, meg amoda, és utána nem lesz belőle semmi. Emberek, családok mehetnek tönkre. Ezért, amikor megnyilvánultak emberek, volt itt egy új hullám, ó, ilyen most nevető hullám, ilyen hullám, olyan hullám, amolyan. Figyeltek, én örülök az emberek, ha nevetnek. Meg örül. De hogyha most hogy így dőlnek meg, úgy dőlnek, erre esnek, arra esnek, kacagnak, vagy sírnak. Totálisan mindegy nekem. Egy valami fontos. Az úr dolgozik bennük, vagy nem. Megtérnek, vagy nem térnek meg. Vagy róka-béka, vagy béka-róka, mint a vukba volt, mikor a vuk elkezdett így ugrálni, mint a béka. És a béka gondolkozott, ez most róka-béka, vagy béka-róka. Úgy, úgy ugrál, mint a béka, olyan, mint a róka. De most róka-béka, vagy béka-róka? És gondolkozott, Vuk majdnem elkapta. Ez a kis Vuk a története. Figyeltek, hogy az most róka-béka, vagy béka-róka, hogy így néz ki, hogy rókának néz ki, de békaként ugrál, vagy fordítva. Engem nem érdekel, hogy hogy ugrál, hogy kömpörög, mit csinál. Engem egy valami fontos. Az élete megváltozik, Krisztusi karaktere lesz, befutja a pályáját, és hogy egy alázatos Isten embereként, vagy Isten asszonyaként fogja tudni folytatni a pályáját. Amen. És hogy megvan-e benne az a karakter. Tudjátok, amikor volt egy, 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 egy ilyen ébredési hullám, volt egy ember, aki tele volt tetoválással. A füle, a, 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 a piercing, minden, tele az egész teste. És éppen amikor a legnagyobb ez az evangelizációs hullám volt, akkor, nem, akkor még egyet tetováltatott magára és akkor megkérdeztem Levírt, te hogy látod ezt az embert? Közben elvált a feleségétől, és elvette a titkárnőjét, és akkor mondom, hogy látod, emberek gyógyulnak meg, ez történik, ilyen, ilyen kenet, olyan ébredés, jön az ilyen ébredés, olyan ébredés, ez volt a legutóbbi amerikai, ilyen hatalmas ébredés hullám. És azt mondta Levír, Tamás, én nem tudom, hogy Istentől van -e, vagy nem, de egy valamit tudok. Ami az úrtó van, abban megjelenik a Szent Szellemnek a, az Úrnak a jellemvonása, a Krisztusi karakter. Az az ember, aki az Úrnak, az ott kell, hogy legyen benne a Szellemnek a gyümölcse. A szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Olyan nincs, hogy a Szent Szellem dolgozik, itt a kenet, ott a kenet, így, úgy, akármennyien gyógyulhatnak meg. Nekem nem az adja a stempet, a pecsétet. Szóval vizsgáljátok meg minden szellemet, ugyanúgy a proféciákkal. Tudjátok, fontos dolog, megszoktam nézni alapvető dolgokat. Ki a szellemi apja? Kihez tartozik? Van-e szellemi befedezettsége? Vagy neki mindenki a szellemi befedezője, de senki nem szólhat bele az életébe. Mert ő neki csak a Szent Szellem szól. Az ilyen emberek szuper szellemi emberek. Lehet, hogy a Szent Szellem szól hozzájuk, de ha nincs senki, aki azt mondja, hogy ide figyelj, állj meg, az megy a bukása felé. Ha nincs, aki elmondja valakinek, ennek a, ennek a drága emberünknek, hogy ide figyelj, te, ha nem térsz meg, akkor nem találkozol a feleségeddel. Akkor ki mondja meg neki? Nekem meg kellett mondanom. Ezért a vezendinek is van bőr a képén, igaz? Oda menni mindenkihez. Nekem nem probléma. Vezendi Lajosnak nem probléma bárkihez, ha az úton bemegy a románokat is leszólítja, ha nem tud románul, akkor se. És elmondja nekik azt, hogy idefigyel, meg kell térni. De ez az igazság. Van, ugyanez van a, 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 a Rubennél, megyünk a repülőt, valakit leszólít. Ugyanez van a, a Dániel, ma alig várja, hogy az utcán mindenütt prédikálja az evangéliumot. Viszi a gyerekét is. Értétek? Miért, mert ez van bele, planta, erre van elhívva? Így van? Én meg mire vagyok? Arra, hogy megtérítsem az embereket, de arra, hogy felneveljem őket. Pályára állítsam őket, hogy betöltsük, hogy érett férfiak és asszonyok legyenek, akik befutják a pályájukat. Nem csak elkezdik, nem csak én vagyok a csecsemő, és szopok, ennyit csinálok, annyit csinálok, kakilok, és megint meginteszek, megint szopok, megint kapilok. Ennyi van. Nem erős, hanem befussák a pályájukat. Hú, na jól elkezdtem. Már belevágtam a közepébe, hogy legyen időm. De a Szent Szelem dolgozik. Utána, utána jött eh, Doc Neki egy könyvét olvastam, és nem volt vele személyes kapcsolatom, de a könyvén keresztül megváltozott az életem, a hűség-hűtlenség könyvön keresztül. Hazajöttünk Kosztarikából, többi apostol barátommal, meg pásztorokkal együtt voltunk. Akkor kint Perés István volt velünk a, a süvegesimre, a feleségével, Perés István pásztor a feleségével. És mielőttünk jöttünk haza, meg John, John Palmer volt a feleségével, így jöttünk haza. És akkor kaptam meg ezt a könyvet. És láttam, hú már, évek óta kérdeztem az úrtól, mi az, amit elrontottam. Mi az, amit amikor valami elmegy tőled, a te hibád, más hibája, mi az, amit elrontok, uram? Folyamatosan kérdeztem, hogyha elment egy ember, mindig kérdeztem az urat, mi az, amit elrontottam? És tudjátok, mit mondott? A Vannak emberek, akik hűtlen emberek. A te problémád az, hogy nem tanítottál a hűségről. Mert hiába vagyok én hűséges a szellemi apámhoz, ha nem tanítom meg az emberekkel, nincs bennük az életükbe a lojalitás. Meg kell tanítani az embereket. Van akik lojálisak egy szervezethez, meg akkor is lojálisak még valamihez, amikor már nincs ott a Szent Szellem. Akkor már ne legyél lojális, amikor már csak egy, 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 egy szervezet van, de nincs ott a Szent Szellem. Mert nincs mit szolgálnod. Értitek? Van, aki még akkor is lojális, ha megszűnt a gyülekezete, de még mindig lojális. Nem tudja, hogy mihez, de még mindig lojális. Nem erről beszélek. De egy fontos dolog, és akkor bejöttem azon az ajtón, ide kiálltam, és azt mondtam, ide figyeltek. Szeretném elmondani, ennek a gyülekezetnek én vagyok a pásztora, aki el tudja fogadni, el tud fogadni engem pásztorként, és el tud fogadni, el tudja fogadni az üzenetemet, az maradjon itt. Aki nem, itt van az ajtó, elbocsájtom szeretettel. Volt egy házas, aki nagyon megdöbbentezen. Itt ültök a második sorba, mindig volt, ők óta reklamációs. Mondtam valamit, be is szólt közben, az isten tisztelet közben. Mondta a feleség, a fér, a fér az, az isten tisztelet közben beszólt. Hát mondom, álljon meg a menet de én nagyon szerettem őket, sokan szerettük őket. De az a lényeg van, hogy most nincsenek itt. Miért? Mert soha nem fogom szégyen az evangéliumot. Amikor elmondtam, hogy az a fajta turulmadár, amit állandóan hordott a nyakába, a magyar, tudjátok, a turulmadár, meg egy sas között különbség van, a turulmadárnak más a csőre, a sasnak más a csőre. A magyarok isten, a magyar turulmadár okult. Mert a magyar, a magyar, a magyar ős, a magyarok istene, az ős magyar isten, az nem az Ábrám Izsáknak és Jákobnak az istene. Amikor azt mondják, a magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk, az nem az élő isten. Nem az Ábrám Izsáknak, Jákobnak az istene. Hanem van az ős sámán isten. Van a szent háromság, és van a szentségtelen háromság. Az öreg isten, a... a az, a, az az atyát jelképezi, a, a, a emese, aki a szűzmáriát, akink, nem a mi emesénk, eh, aki a beszélt, mert emese nincs mese, ez nem mese, hanem emese megesett a turúmadártól, és így született meg ámos. Ez a magyar ős hittan. És ez egy okkult dolog. Értitek? Okkult. Azaz, az ő istenük, nem az én istenem. És a magyarok istenének a kultuszával, az ő sámán kultusszal szakítanunk kell. Amikor azt éneklik a, a gyerekek a, a, az óvodába, hogy gólya-gólya, gilice, mitővéres a lábad. Hogy folytatódik tovább? Török gyerek megvágta, Magyar gyerek gyógyítja. Még eddig nem is a nokud. De mivel gyógyítja? Síppal, dobbal, nyári hegedűvel. Hogy lehet, do... Hogy lehet síppal és dobbal, sámán dobbal gyógyítani? Meg nádi hegedűvel. Mert elvitték a sámánokhoz gyógyulni az embereket. Sátáni módon, sátáni erővel gyógyítatni az embereket. És valakinek ezt el kell mondani. Tegnap oda valaki, Pécsen egy testvérnünk, és mondta, hogy szeretne szabadulni Jezabel szellemétől. Elmondta, hogy mik vannak a családban, és hogy imádkozzak érte. Hozott magot, is, imádkoz értem, pásztor. És elmondtam neki őszintén, csak azért, mert itt van a pásztora, elmondtam neki őszintén, addig nem fogsz tudni megszabadulni, mint a Mária kultussal nem számolsz le. Amíg Máriahoz imádkozol, Mária mennybe van, de Mária nem tud semmit arról amit a Földön a nap alatt történik. Amíg ki még Máriahoz imádkozik, démonokhoz imádkozik. És Jezabel szellemének a fő belépési pontja az életébe. Azt mondja, pásztor, én hajlandó vagyok levenni. Ott volt egy medál a nyakán. Mondom, ad ide. Dobjuk ki a kukába. És <laughs> imádkoztam érte. Pár mondatot imádkoztuk. Ez nem kell nagy dolgokat gondolni. Szellemileg kijön egy bizonyos szellemi tekinté aló. És vége. És bejön egy új tekinté alá. Nem lehet egyszerre, egyszerre nem szolgálhatsz két úrnak. Azt mondja, tehát ott tartottunk, hogy legális és illegális hatalom. Jó, veszek egy pár pontot, hogy mert be kell fejeznünk. Először is annak van legális hatalma, akit Isten választ ki. Az első az Isteni kiválasztás. Ha nem Isten, Isten rendel egy dologra el, és nem Isten választ ki, hiába akar más kiválasztani, és hiába akar nem más kiválasztani. Ja, és a harmadik ilyen ember, ilyen apostol az életemben, az a Kriszpásztor, illetve a negyedik akin keresztül pedig a, 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 dagékhoz beválasztottak engem, meghívtak engemet. E, e, oda is kimentem Gánába, meghívott dag, a három Mész Gánába, és kimentem egy konferenciára, akkor meghívott Gánába, és utána bevitt a board közé, és ott bemutatták, hogy hogy működik az egész szolgálat, fantasztikusan meg van szervezve, és fantasztikus mindenütt evangelizálnak, és tudjátok, mi történt? Utána meghívtak engemet, hogy én legyek a nemzetközi tanácsadó testület tagja. Amiben százan vagy száztizen vannak benne. És vagy most már vagy 90 száz országból ott vannak. Minden Afrika, minden egyes országát megevangelizálták. Képzeljétek el. Most Maradaszkárban volt. És rengeteg embert érnek. És épülnek be Istenek a királyságával. Aztán pedig Kriszpásztor, akihez szintén küldött az úr, hogy egy proféciával. És azt mondja, tudod, te nem... Eh, Egyszer azt mondta nekem most már, nem... Te, azt mondta nekem az úr, te leszel Kriszpásztornak a fehér barátja. Én. Az afrikaiaknak egy fehér barát. Mindig kitűnök az afrikaiak közül, mert én vagyok ilyen fehér. Mondjuk most már egy kicsit bebarnultam. Mehetek Roma táborba is, ne izguljatok. Fogok is. Fogok még munkásra is. Ami fontos dolog, hogy amikor valakinek a tekintet, de amikor oda megyek Kriszpásztorhoz, nem így jölelem meg Kriszpásztort, én vagyok a nagyobb, majdnem egy fejjel, hogy átölelem, és én vagyok a nagyobb. Nem tudjátok, mit csinál? Gyere ide, Vezendő Lajos. Hogy szoktál te, amikor köszöntesz engem? Gyere. Én szokott engem köszönteni. Belebújik a szinte a hasamba. De miért? Miért nem azt mondja, hogy olyan izmai vannak, nem látjátok, de vannak itt olyan izmos emberek, megölelnek, így össze is tudnának roppantani. Kriszpásztor alacsony a vezendi lajosnál. De amikor oda megyek hozzá, én így megyek oda hozzá, így. Hogy a keblére tudjam hajtani a fejemet. Ő pedig meg tudjon áldani. Pedig én vagyok a nagyobb, de úgy megyek oda, hogy így. Nem így megyek oda, hogy így. Neked jó. De amikor elismerem a másiknak a nagyságát, azzal meghajtom a fejemet. És mivel meghajtom a fejemet, rám jön a kenet. Ez egy szellemi törvény, hogy mindig a nagyobb ágya meg a kisebbet. Amikor tisztelet adok egy apának, akkor elmondom, hogy igen, te vagy az. Ez nem csak egy kulturális dolog, egy szellemi dolog is. És tud rám folyni fentről a kenet. Köszönöm szépen. Ez egy szellemi dolog. És mit csinál a gyermek? Építi az apját. Jót fogok róla mondani, nem mondok róla rosszat. Nem fogom kitakarni a szemérmét, a gyengeségeit. Nem azt mondom, hogy öreg trott vagy, már mi vagy, már elment róla a kenet, itt a kenet, ott a kenet. De ahogy ment el a kenet. A kenet nem az, amit az emberek gondolnak, amit az emberek látnak. a hangos valaki. Tudjátok, a hatalomból kimondott szó, ott a változások fognak történni, nem csak beszéd. Amikor megjelenik, egy, megjelenik egy, 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 apostol valahol, tudjátok, mi kell, hogy történik? Meg kell, hogy változzon annak a városnak a légköre. Amikor Pál betette valóban lábát, megváltozott. Meg kell, hogy változnak a törvények, az emberek, a szellemvilág, mert a szellemvilág rögtön lép rá. És nem az apostol, aki kitűzi magára, hogy apostol. Kitűzheted akár Amerikában, meg, meg, Latin-Amerikában, amely nem mindenki apostol. Én nem használom magamra ilyen apostol, olyan apostol, tudom, hogy mi az elhívásom. Én csak Tamás pásztor vagyok. De tudom, hogy mi az elhívásom. Ahova bemegyek, meg fognak változni a dolgok. Hogy kifogadott el Krisztus testén belül, nem az, hogy egy magyar pásztor mit gondol a másikról, írj rá, vagy nem. Kit érdekel? Az számít, hogy van-e Isten való elhívásod, és következő, ki vagy-e küldve? A következő, Isten, első az isteni választás, a következő kiképzés. Ki kell, hogy legyél képezve. Ha nem vagy kiképezve, akkor nem lehet beállítani munkába. Nekem is kell, hogy egy kiképzésen... Már apostol palánta volt, amikor megtértem. De ki kellett, hogy legyek képezve. A következő a kirendelés és a kiküldés. Jézus kiküldte a tizenkét tanítványát, hatalmat adott nekik. Mikor tudsz hatalmat adni másnak, ha neked is van hatalmad? Ha te is hatalom a vetett ember vagy, és van hatalmad. Azoknak tudok hatalmat adni, amikor megbízok valakit, valamilyen tekintéből bízom meg, valamilyen hatalomból bízom meg. Ha valakitől visszavonom a megbízatását, akkor pedig azzal a tekintéllyel élve vonok meg a tekintét. Amikor azt mondja az ige, hogy, a, hogy az ilyet átadjuk valakit, például sátánnak, az azt jelenti, hogy megvonom valakitől a védelmet. Ami azelőtt ott volt. Tudjátok, sokan eh, eljönnek valakik egy gyülekezetből, és még mindig rajtuk van egy áldás. Miért? Mert soha nem léptek ki a másiknak a tekintélye alól legálisan. A másik tekintélyét illegálisan használják. Azért tudatosan, amikor valaki ide bejön, megkérem, hogy a másik tekinté alól jöjjön ki, mert nem tud addig bejönni ebbe a tekintébe, vagy ha innen elmegy, akkor elbocsájtjuk, hogy szabadon tudjon bemenni egy másik tekinté alá. Nem lehet egyszerre egyik tekinté alatt, meg a másik tekinté alatt is. Mert akkor zavar van. Mindig fontos a szellemi legalitás. Van szellemi etikett és etika. És azt én próbálom meg mindig szabályosan követni. Mert jött valaki például, e, e, Nyíregyházan volt alkalmunk, jött valaki, egy testvérünk, és azt mondta, hogy már egy éve nem járok, hogy imádkozzak érte, egy éve nem járok a gyülekezetbe, az omega hálózatba járt e, e, hajdúsámsomba, és elmondta, hogy mi történt, és hogy hogy megbotránkozott, mennyire nehéz volt, és pont annak a pásztora tett itt bizonyságot a Sándor, e, pár héttel azelőtt és a mi gyülekezetünkben, hogy én vagyok a, igazán a második, vagy az első szellemi apukája, és, és, hogy mennyit kapott rajtam keresztül, és odajött, és azt mondtam neki, hogy mi a probléma, mondom, mennyi vissza, hív föl, mennyi vissza a pásztorodhoz, és még aznap este felhívta a pán. Nem azt mondom, hogy gyere a gyülekezetünkbe, mert megsértődtél a másikra. De menjél vissza. Még aznap felhívta a pásztornát, pedig bele volt regisztrálva a feleségemnek. Mondta, hogy dicsőség az úrnak, hogy rendeződött. Sírtunk. Este csak sírtunk. És így ment vissza a pásztorához. És az a lényeg, hogy mindenki a helyén legyen. Nem az, hogy ide jöjjön bárki. Nem, mindenki a helyén legyen. De az nem oké, hogy olyan pásztornak a tekinté alatt legyél, aki mögött, aki nincs tekinté alatt. Még egyszer elmondom. Olyan pásztornak a tekinté alatt lenni, akinek semmiféle szellemi tekintély nem áll mögötte, és nincs kirendelve a pásztori, vagy apostoli, vagy profitai szolgálatra, az életveszélyes. Életveszélyesé tud válni. Értitek? Miért? Mert ha ő megy akkor te is félremész. Értitek? Miért? Mert az ördög fog róla gondoskodni, hogy ne tudja befutni a pályáját. És ha nincs legális, nincs egy ember, aki segítsen, akkor életveszély. Én, ha én nem lennék tekintély alatt, Elmondom nektek, azok a hölgyek, akik nagyon erős, jelleműek és személyiségűek, azok fantasztikus dolgokat tudnak végrehajtani. Ez az igazság. A gyülekezetünk tele van erős, személyiségű hölgyekkel. Az előbb éppen egy lány beszélt, vashegyi gyémánnak hívják, hát ha tudnátok, hogy milyen vashegy, nem hallom most csak bizonyságot tenni, hallottad, de hogy milyen, Ööj, rába, rábássára Ha nem lenne tekintély alatt ő meg az anyja, akkor itt. Úgy sok minden lenne. Ő irányította az anyját, meg az egész családot, mi kicsi volt. Én mondtam az anyának, hogy vágjon egy veszőt. Az anyja meg kiakadt. Hát az visszamegy az apjához. Mondom, kérj, de kér bocsánatot. Mondom, mondom, miért? Azért, hogy eddig nem verted meg. És ment a kicsi lánykához hány éves óta? Öt éves lánykához. És bocsánatot kért a gyémántól az anyja. Miért? Mert nem, mert nem, 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 nem korrigálta. Hoppá! Lehet ilyet csinálni, hogy azért bocsánatot kér, hogy eddig nem korrigáltuk a gyermeket? De nem az, hogy én üdlektem meg kékülsz, adok neked egy pofont egyikről a másikról, mert megvan írva az is, hogy ti szülők ne ingerejétek a gyermekeiteket. Hátom, néz valaki a nagy hajával, igaz? Forgatja a fejét jobbra, meg bárra. el. Az apa néz innen, onnan meg a fiúné, vagy a lány néz. Látom én, milyen meccsek folynak ott. Jaj, tudok mindent. Még a gondolatait, nem mindent. Csak látom most a gondolatokat, csak úgy cikáznak. Úgy szeretlek benneteket. Mindenkinek meg kell térni, a szülőknek is. Mert szeretetből kell mindezt csinálni. Enélkül nem működik, akkor csak diktatúra lesz belőle. Engemet is szeretettel kellett, hogy nincsen a levír. Nem levágta a fejemet, különben nem ülnék itt. Nem állnék itt. És akkor mi történt? Az a hölgy, aki erős ajándék, erős jellem, de nincs tekintély alatt, abból előbb-utóbb Jezabel lesz, aki leuralja a férfiakat aki irányít mindent, manipulál mindenkit, és mindenki fölött van, és mindig, amikor csinálnak valamit, az ő úgy néz ki, hogy a másikat rávezetem arra, hogy amikor eldönti, hogy mit csináljon, akkor azt úgy néz ki, hogy ez az ő döntése, az az ő akaratak, de közben én már kitaláltam az előtt, csak rávezettem a másikat arra, hogy azt csinálja, amit én akarok. Ezt nevezik manipulációnak. De ezek a nők, ha tekintély alatt vannak, ha Isten szerint való legális hatalom alatt vannak, és szeretve vannak, ezek a nők fantasztikusan veszik be a területeket, ezekből lesznek egy fantasztikus asszonyok, lányok, akik, akik tudnak nagyon erőteljesen szolgálni. Mi lenne, ha a feleségemet nem engedném szolgálni? Azt mondom, dugó, túl sokat szolgáltál. szó kérte, hogy ne, ne szolgáltassam. Pedig most is van benne üzenet, láttam. Mondta nekem tegnap, hogy nem, most szabadságot kér, hogy pihenjen. De tudom, hogy tele van. Ú. Ha megnyitja a száját, úgyis kijön a kenet. Az az igazság. De most mondjam azt egy emesének, azt mondja, hogy van benne most üzenet a férje után. Ha emes, állj le, nem engedem, hogy mondjad. Már férjed elmondta. Te nem mondjál a lényeges üzenetet mennyivel szegényebbek vagyunk. Pont a halott támasztás nem. István Pásztor, pont lehagyta rá a halott támaszt. Egyébként te csináltad az egész videót meg, de a halott támasztás lemaradt. Majd megcsináljuk. Sistém a videó folytatódik. Kiváló videós vagy. Egyszerűen fantasztikus. Szeretném azt elmondani, hogy hogy működik isteni kiválasztás, kiképzés, és utána van, hogy valaki legyen egy szellemi tekintély, aki kirendel és kiküld, akinek van hatalma. Legális hatalma. Annak nincs legális hatalma, aki fölött nincs senki. Értitek? Aki soha nem elszámoltatható, akkor abból lesz, lehetnek diktátorok, vagy félrevihetnek embereket, és sok törés lehet belőle. A következő, a negyedik, elszámoltathatóság. Írjátok, elszámoltathatóság. Ha valaki nem elszámoltatható azzal a tettér, amit ő tett, Abból az emberekből diktátorok tudnak lenni. Ez az igazság. Bárki legyen, bármilyen ajándék, bármilyen szó, abból az a legrosszabb, ha valaki nem elszámoltatható. Mindenkinek számot kell adni a tetteiről. És kell, hogy valaki, aki, aki mondja, hogy ide figyelj, állj meg. Következő, ötös. Sáfárság. Idézőbe jelentési kötelezettség. Ha valaki ki van küldve, és méghozzá, amikor Jézus kiküldte a tanítványait, az a szó szerepel, hogy apostellózta őket, azaz kirendelte őket. Az apostello az azt jelenti, hogy ki van küldve, ki van rendelve egy bizonyos szolgálatra. A Majd magához szólította a 12. kezdé kiküldeni kettőnként, és ad nekik hatalmat a tisztátalan szellemek fölött. Márk 6 7. Tehát kiküldte őket, kirendelte őket, és adott nekik hatalmat. A hatalom az, az egy olyan dolog, amivel lehet jól élni, és lehet vele visszaélni. Ha, ha úgy gyakorlom a hatalmamat, hogy én is hatalom alá vetett vagyok, akkor a hatalom legálisan működik. De ha valaki nincs hatalom alá vetve, lehet, hogy színleli, hogy hatalom alá van vetve, de igazán a szívéből sose veti magát alá. Ebből le ekkor tud bejönni nagyon erősen Jezabel. Jezabel azt jelenti, hogy e, valakivel nem együtt lakni. Tehát nem akar együtt élni, nem akar, megy, megy, mindig színlel valamit, de igazán sose a szívéből nem rendelő alá magát. Én nekem meg kellett tanulnom, hogy összetöressek. Tudjátok, maga Isten is egy az apostoloknak vagy egy atyának, annak össze kell töretnie. És utána kiderül, hogy amikor a szív össze van töretve, megtört szívek, és onnan fölépül, onnan megmarad, és nem hagyja el az urat, akkor fog tudni a többieknek. Miért? Mert már mindent elveszített. Már nem akarja maga karrierét, nem akarja maga, magát megvalósítani. Egy apának mi az öröme? Hagyja a fiai sikeresek az az igazi öröme. Most figyeltek, én most mi csinálok? Építsek magamnak öt házat. Én nem is tudom, hány, hány autót vegyek. Vehetnék akár, értitek, egyet. Egyet. <laughs> Pitner már tudja. Pitner, na mindegy. Tegnap elmondta, hogy miért kell az új autó. <kül> Tehát az a lényeg, hogy megkapja az enyémet. Tehát az a lényeg, hogy... Eh, ja, ő meg, te, te, meg megkapod az övét. Á, látjátok, megy az öröklési sorrend. Az a helyzet van, itt a fiak már tudják, hogy hogy működnek a dolgok. Szellemben a rendig igaz? Te meg az apádét, jó. Um, igen, már veszi, veszik itt. Mindenki az apjáit kapja, meg tudják, hogy az így működik, igaz? Valamit kapnak. Úgy szeretlek benneteket. Jó. Tehát egy fontos dolog, hogy jelentet, Tehát bizonyos dolgokat nekem kell, hogy jelezzem, amikor valami nem oké. Okay. Értitek, meg arról is, ami oké. Okay. Amen. Ugye nem kell, hogy az, az, én feleségem figyeltek. Hát most a szabadság elett elmondott egy pár dolgot nekem. Jelzett. Nem azt, hogy elhagy, hanem hogy mibe kell változnom. Na most ezt nem fogom most nyilvánosan megvallani. Tudom, hogy várjátok. De tegnap, amikor az amerikai istendiszteletet tartottam, és mondtam, hogy mennyire fontos, hogy ne legyünk testi keresztények, feleségem bögdösötött a lábával hátulról. Mit jelent ez? Ne engedj a testnek. Hogy mit akar, hogy ezt, hogy ezt tesszük, ez van nyáron, ez van, hogy elenged magadat. Ha beteg vagy, akkor elengeded. De hogy engeded el magadat? Felkezd! Harcolsz! Egy tapottat sem fogsz adni az ördögnek. Ha 30 hónapon tar keresztül tart, akkor is. Még ha elengedte volna magát, a mai napig nem alszik. Értitek? De ragaszkodott valamihez. És ezért nagyon fontos egyébként a, a tekintéből kimondott szó, mert ő hisz abba a tekintéből kimondott szóba gyémánt. A proféciákba is. Az anyja is hisz. Ezért vannak itt. E az alárendeltség, miért fontos az alárendeltség? Annak van legális hatalma, aki maga is hatalom alatt van, és, és, tudja valaki inteni, és vissza, tudja is, vissza is tudja vonni a hatalmát. Ez egy nagyon fontos dolog. Alárendeltség azt jelenti, hogy alárendelem az én akaratomat egy másik akarata alá. Vannak itt, akiknek ez elég nehéz. Igaz? Vannak olyan házas párok, akik ú, mindig harcolnak. Kinek az akarata legyen? Harcoltak. Békesség van. Igaz? Látom. Mert szeretem is őket. Vannak másik házas párok, akik fér is, erős, feleség is erős, két erős elem össze, bánk, és akkor mi lesz belőle? Kinek lesz igaz a felesége? Na, Itt Ruben meg Abigail, igaz? Hú, halleluja. Ők nem harcolnak. A Ruben mindig elmondja, hogy az ő a legszebb a felesége, és a legjobb a felesége, és ő kapta a legnagyobb ajándékot Istentől. Az Abigail mindig elmondja, hogy az én férjem a legszebb, a legjobb jellemű, és olyan akarom, hogy olyan legyen a gyermekünk, mint ő, nem olyan, mint én. Ruben meg azt szeretne, olyan legyen, mint az Abigail, akkor kiél egy a gyerek? Na, meg kell egyezni bennem, akkor ez gyerek. A ah, tudjátok, hogy most akinek akar, a kinek akarata legyen meg. Ha ah, nem, most értétek, ki ti ezt akarja, az Attila azt akarok, akkor most milyen lesz? Értitek? Hát most milyen legyen, nem? Azért kell tudni. Olyan legyen, mint az úr akar. Ez a legjobb. Úgyhogy én már, nem, már, már, második gyereknél nem profitáltam, hogy illé is szelleme. Ha lehet, hogy az a baj, azt a felesége. Meg kellett volna mondani arra is, hogy illé. Ó, oh, se Két élés egymás mellett, fú, figyeltek. Így is elég tűz volt otthon, de a még még tű, nagyobb tűz lett volna, szétszedik a házat. Na, visszatérve. Tehát egy fontos az alárendeltségbe alázat kérdése Hogy én, én meg tudom-e magam alázni, hogy egy másik tekintélye alárendelem magamat. Ez nagyon fontos dolog. És elfogadom a másikat nagyobbnak. Emlékeztek, amikor ráfeküdtem vezendének a mellére, igaz? Keblére. Mit jelent ez? Folyik a kenet. Amikor jönnek emberek, én tudom, kibe van az, aki ki tudja belőlem szívni a kenetet. Tudom. Tudom, kibe van meg az a szellem. És tudom, aki csak úgy néz, hogy mellettem van. Miért? Mellettem levő. De tudom, amikor érzem, amikor jön, és közeledik már, érzem, hogy megy ki belőlem az erő. Mert szívják ki belőlem az erőt. Miért? Mert az Istennek, a Jézus azt mondta, hogy tudom, valaki megérintett, honnan tudta, mikor nyomorgatták őt, mert kiment erő származott ki a testemből. De én is ugyanígy vagyok, amikor megyek oda, akár Kriszpásztorral találkozok. Van, amikor alig állok a lábamon, így remeg. De legutóbb, tudjátok, mi történt? Én is tudtam imádkozni Kriszpásztorért, és profétáltam. Akkor találkoztam. És mondta Ger tudott, bisop, ez nagyon fontos volt most Kriszpásztornak. Fontos, hogy tudjátok, hogy te is tudsz szolgálni a nagyobbak felé, az, akik szellemileg felettet vannak. Te magad is tudsz. Én magam is pamper, tudjátok, kényezteté hogy neki jó legyen, hogy kényelmesen. Tudjátok, amikor Izrael dicsérete, Izrael, Izrael Isten Izrael dicséretei között lakozik. Azt mondja, hányszor akartalak, mint kotlós a kis csibét összegyűjteni. Tudjátok, a kotlós mit csinál a kis csibékkel? Kotolja. Pembőr, kényeztetív. Ott van rájuk ül, a szárnyalat, védelem van, meleg van, ugye? Ott fel tudnak nőni. <sí economic laughter> És akkor hívja be, a, hívja be a, a kis csibét be maga alá. És védelmet nyújt nekik. És tudjátok, ilyenek a szellemi szülők, szellemi, szellemi apánkanyák, így, így akarnak lenni, hogy védjék őket. Vannak ilyen asszonyok, akik, akik körül, köré gyűlnek, mint kotlós a kis körül emberek. És van lehetőség a korrekcióra. Igen, Lukáns 13.34, itt van benne. Hmm. Jó. E, hú, most pedig be kell, hogy fejezzük az alkalmat. Ja, még sok minden van, feleségem, igen? Ő már sok mindent tud. Kedveseim, akkor most felállunk, és befejezzük az alkalmat. Halleluja! Ami fontos, hogy az isteni ajándék, az isteni szellemi ajándékok megmaradnak, és ezért fontos, hogy legyen befedezettség a te életedbe, legyen védelem az életedbe, az én életembe is. Fontos, hogy tudjad, hogy az a befedezettség biztonságot ad. Egy Isten szerint való biztonságot, egy Isten szerint való ellátást, és egy Isten szerint való kegyelmet és hatalmat is. Jó, pedig most teszünk egy megvallás, mondjátok. Uram, köszönöm neked, hogy neked adodott minden hatalom, menjen és a földön. És én így megyek el a te nevedben és a te hatalmaddal. És jövök védelem és tekinti alá. És elfogadlak tégedet az én uramnak, az én megváltómnak, az én királyomnak, aki megbocsájtotta minden bűnömet és meggyógyítja minden betegségemet. Aki kegyelemmel és irgalommal vesz körül, és megújul az ifjúságunk mind a sasé. És Jézus nevében minden hamis tekintét, sátánnak minden tervét elutasítom az én életembe. És köszönöm, Uram, hogy Te vagy az én védelmezőm, az én befedezőm, és elfogadom Ráki Tamás pásztort, a pásztoromnak, és jövök védelem és tekintély alá. És elfogadom az új szövetség gyülekezetét az én szellemi családomnak, a Jézus nevében, és köszönöm, Uram, hogy építhetem a te királyságodat a Jézus nevében. És egészséges vagyok, és békességben vagyok, és védelem alatt az Úr Jézus nevében. Amen! Halleluja! Amen! halál hol a fullánkod, pokol hol a te diadalmad, halleluja, Jézus Krisztusnak a nevében elnyelettetett, reblezs és gonosz, minden tervedbe, minden hazugságodba, így van rákos daganatok, epekő, vesekő, így van átétes tüdőrák, májcitrózis, mala sir szirrózis, izületi problémák, így van reblezsanamarásza, érszűkület, bénulás, lebdzsanamarásza, álmatlanságok, lebdzsanamarásza, tetesrészek tiszta, gyomorsav, reblejan reflux, így van, szólok most a gyomoroknak is. Minden refluxnak, reblejanama minden saftútengésnek, tengésnek. a maglájszára, minden feszültség és idegrendszerű problémának, reble depressziónak is, az Úr Jézus Krisztus nem az éjszakáid van, nappaljaidban is, jó, úgy fogsz aludni, mint a baby. Halleluja, reble Janama, a te jubileumi esztendőr is elkövetkezett, az Úr Jézusnak a lábadnak is, így van, és a cukorbetegség, így van. Szólok, így van, Rable Janama a hasnyál mirigynek. hogy jó fogsz tudni működni, így van, Rable Janama, jekrem és leukémia is. Van, aki meggyógyul a leukémiából, jó fog működni, így van, a csontvelődés a Jézus Krisztusnak a nevébe. Rable Janama visszaáll a rend, az isteni rend. Rable Janama az, látom, Rable Janama Glapa Rado a hormonháztartásod is. Így van, Rable Janama, és valakinek egyetlen egy porc hiányzik, porc hiányzik a testéből az Úr Jézus Krisztusnak most ez a porc helyre áll. Így van, teremtő csoda által, Uram, köszönöm neked ezt. A Jézus Krisztusnak a nevébe. Reble Johnamaknak, és egy szólok egy szót, és meggyógyul a szolgál. Helyre térnek, így van, Reble Johnamak, Brand a Branda, betegek a helyre térnek, és az atyák a fia a szívakhoz fordul, és szólok nektek, fiak, keljetek föl, te is a így van, aki külföldön vagy, lep Johnem alá, Pranda Glajsa, Bandarás, és ott dolgozol, az Úr Jézus Krisztus nevében szólok neked, labdarászana, hogy gyere, gyere, így van, gyere a helyedre, gyere az atyai házhoz, lep Johnem, térjél meg, Leb Johnem Panda Pranda Glajda, ne ott keresd a boldogulásodat, ahol nincsen boldogság. Halleluja! Ott keresd a boldogulásodat, ahol az Úr eredetileg helyezett. Köszönöm neked ezt, Uram, lepjönem. így áldom meg őket, és megáldom a fiakat és a lány és az egész új gyülekezetét. Növekedjetek kegyelemben, a mi úrunk megtartó ismeretében, így van, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Halleluja. Ezek hatalmat a tisztátalan szellemek fölött, az életetek fölött, a családotokban is, az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Így van, és megparancsolom sátán, hogy leveszed a mancsodat ezekről az emberekről, az Úr Jézus neve, akik védelem és tekintély alatt vannak. Az éjszakáikról is, a szívritmusotokról is, és minden elmez zavar elmez zavart megtörök most. Az Úr Jézus Krisztus a skizofréniát is, rablakana hazugsá, azaz, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, és szólok, skizofrénia, így van, tébolyultság, kettős tudat, azaz tudat hasadásnak is, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Ember, nem érintesz! Elengedetsz. A názareti Jézus Krisztusnak a nevébe. Az Úr Jézus Krisztusnak a nevére. Rabla John Makantor lesz és kihirdetem az újat, az újat az életetekbe, a Jézus Krisztus nevében. Amen. Halleluja. Rabakás Tapsoljuk meg az urat. Halleluja. Akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Amen. Mert az új jön az életetekbe, a családotokba is, a gyermekek életébe is. Mindenki életében is ezzel a kegyelemmel elbocsájtlak benneteket. Kerest fel gyülekezetünket! Címünk miskolc Nagyvárnyi utca 6. Telefonszámunk 0670-600-5577. E-mail címünk onlinekukacújszövetség.hu Sajtlak benneteket, az úr meg benneteket!